Ez a... Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó az áprilisi összegzésem lesz. Áprilisban két darab könyvet fejeztem be, úgyhogy mondhatjuk, ez volt a leggyengébb hónapom. Bár ahhoz képest én nem éreztem annak, mert talán azért, mert kevésbé éreztem azt, hogy szenvedek az olvasással. Ez a két jó madár, akit kiolvastam, illetve van egy hangos könyv, amit elkezdtem, de erősen gyanítom, hogy az valószínűleg DNF lesz, mert nem fogom befejezni és felbehagyom. Nem azért, mert rossz, hanem mert nagyon nincs hangulatom most ahhoz a könyvhöz, meg nagyon nincs hangulatom hangos könyvet hallgatni. Úgyhogy ennek fog áldozatául esni, erőltetni meg nem akarom, mert az csak az élményt rontja. No, és ez egyébként a Down Among... nem? Ez a Shannon McGuire-tel a Cselengő Gyerek sorozat negyedik része, mert én azt úgy láttam, hogy elkaszálták magyarul, szóval nem fog több része megjelenni magyarul, és ugye nekem magyar verzióban voltak meg eddig, és fönn van a scripten az összes rész, úgyhogy gondoltam, akkor hallgatom hangos könyvbe, mert ugye rövid könyvekről is beszélünk, tehát csak olyan 4-5 óra egy hangos könyv, de most nagyon nincs hangulatom, mert azért ezek viszonylag sötét hangulatú könyvek, valljuk be, és nagyon nincs most. Most ilyen light-os, happy vibe-ok kellenek nekem, úgyhogy valószínűleg ezért azt DNF-elni fogom, ez volt az In an Absent Dream, de még nem, még ott van, még meghagyom az esélyt neki, hogy mégiscsak hallgatom tovább, de nagyon nem érzem. Amit viszont kiolvastam a hónapban, ez nem más volt, mint Christina Laurent-től az Autobiography. Ez nagyon régóta megvolt ez a könyv, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta megvolt már ez a könyv, még Attilától kaptam a leges-legelső közös booktube-os Secret Santa-s ajándékozáskor. Mert pont előtte volt közös könyv a Booktube könyvklubban, ami szintén akkor indult, ez a legelső közös könyv adagba volt benne. És én azóta olvastam már Christina Laurent-től, szóval azóta még jobban érdekelt, de valahogy mindig volt valami más, amit olvastam helyette. Fölvittem, vagy egy éve ott volt Pesten, mert ugye fölvittem olyan könyveket, amiket így gondoltam, majd olvasok, és mindig valami más miatt nem ezt olvastam, úgyhogy végre ezt elolvastam, mert könyvmagyképzős könyvekkel, ezekkel általában gyorsan lehet haladni, Christina Laurent, romantikus, mondom, ez végre menni fog, ment is. Ennek a könyvnek alapvetően az a sztoria, hogy egy... nagyon mormon városba költözött a főszereplőnk, a nevekre már nem emlékszek, elnézést, Tanner, igen, és Sebastian, igen. Szóval Tanner család egy másfél évvel ezelőtt elköltöztek utába egy olyan kisvárosba, ami nagyon mormon vallású, viszont ők nem mormonok, és a mormonok a homoszexualitást nem ítélik el, de nem is nézik igazából jó szemmel. A lényeg, hogy Tanner biszexuális, viszont nem coming out-olt így a városban, meg a barátainak, csak a családja tud erről, mert hogy ő Kaliforniából költözött ide, és hát Kalifornia meg egy mormon város között van különbség, hogy fogadják. És a kötet arról szól, hogy egy ilyen írószemináriumra megy Tanner, ahol az előző évben nyertes könyvet író volt diák is jön, mint tanársegéd Sebastian, aki meg a püspöknek a fia, szintén nagyon mormon, és Tanner így első látásra belehabarodik Sebastianba, és aztán amikor még el is kezd segíteni neki a könyve írásában, akkor még jobban. Kicsit belehabarodik, vagy nagyon belehabarodik Sebastianba, és hát ugye problémákat szül az, hogy Tannernek alapvetően ugye elfogadó a családja, és igazából az, hogy neki mi a szexuális irányultsága nem jelent úgymond problémát, viszont egy mormon családban már ez felvett dolgokat. Amúgy nagyon cuki volt, én nagyon-nagyon szerettem, jó volt most egy ilyen kaliberű könyvet olvasni, nem tudom miért vártam ennyi időt ezzel egyébként, tehát hogy sokkal korábban is elolvashattam volna, nem tudom miért halogattam. És őszintén szólva a könyvnek a legcsodálatosabb pontja, mármint ezt egy kicsit nem tudom, de amúgy is cuki volt, a végén is egy picit megkönnyeztem, és amikor volt a
a fordítói megjegyzés a legvégén, amit nem fogok lelőni azoknak, akik nem olvasták, de a fordítói megjegyzés a végén volt az abszolút ilyen momentum a végére. És bár ez egy kitalált sztori, a köszönet nyilvánításban is így lehet olvasni, hogy kb. Mi alapján íródott a könyv, és nagyon volt nekem az a fordítói megjegyzés, tehát az így az abszolút megrikatott a végén egy picit, úgyhogy ha valaki még olyan halogatós lenne ezzel a könyvvel, mint én, ne tegyétek, nagyon jó lesz, ígérem. És a mélyponton is viszonylag gyorsan túl lendülünk, szóval nem kell sokáig, hogy fájjon. Ezt elspoilerezem, de hogy tudjátok, hogy jó lesz. A másik könyv pedig, amit befejeztem, az Erin Huntertől a Warriors sorozatból az első kötet, a Hívó vadon. Ezt most a Das könyvek újra megjelenteti, úgyhogy köszönöm szépen innen is ezt a recenziós példányt, mert hogy ennek három része eddig már megjelent, és akkor most átvette ez a kiadó, és ők fogják megjelentetni. Ezzel a könyvvel én nagyon régóta szemeztem, körülbelül mióta az Inneved a sárkányodat volt a nagy favoritom, mivel ez nagyon hasonló olyan szinten, hogy ebbe harcos macskák vannak. Ez a pitch sem, harcos macskák. Ez egy nagyon régóta futó sorozat, aminek már nagyon-nagyon-nagyon sok része van, tehát ilyen 30 plusz könyvről beszélünk, ha jól tudom. Legalább 5-6 sorozat, és mindegyikben van 5-6 kötet. És így folytatják egymást, meg van előzmény is, szóval nagyon-nagyon sok. És ez az első kötet a rozsdást követi, aztán aki aztán tűzmancs lesz, aki egy házi macska, viszont érzi, hogy valami hiányzik az életéből, és csatlakozik a villámtörzs macskáihoz, akiknek így harcos hiányuk van, és házi macskából átkonvertál vadmacskává. És amúgy egy dolgot nagyon nehéz követni az elején, rengeteg név van benne névmutató, szóval, hogy így vissza lehet lapozni, hogy ki kicsoda, de nyilván az egy csomószor megakasztja az olvasást. A kötet végére nagyjából vágja azért az ember, hogy akkor melyik, milyen mancs, kicsoda, mit csinál, melyik törzs, de hogy ez így nagyon-nagyon sok a szereplő hirtelen. Igen, szóval ezzel a könyvvel nagyon régóta szemeztem, már csak azért is, mert hogy állatos, állatszemszög, macskák, és nagyon régóta fut, nagyon sikeres. Nem tudtam egyébként, de lehet, hogy már egyszer néztem, szóval, hogy az Erin Hunter név alatt, tehát ezt nem egy ember írja, ezt ilyen 4-5 ember írja folyamatosan. Többek között ezt a részt nem, de a későbbiekben van olyan részt, amit Tweety Sutherland is írt, ami azért érdekes nekem, mert hogy ugye Tweety Sutherland írta a Wings of Fire sorozatot is, ami nekem szintén nagy kedvenc sárkányos könyvem, szóval így mindent értek, de még nem ennél valami harmadik, negyedik sorozat körül lépett be ő az írásba. De hogy egy ilyen 4-5-6 nő írja egyébként ezt a sorozatot, az ötletnek volt egy eredeti gazdája, és aztán így elkezdték írni többen. Igen, és hát így a macskáknak a mindennapi életéről, vadonban való túlélésről szól. Az egyetlen, ami kicsit zavaró volt a kötetben, az nem a sztorihoz kapcsolódik, hanem a tördeléshez. Ami nem tudom, mi ment félre, de én azt vettem észre, hogy nagyon sokszor hiányoznak a gondolatjelek. Nem a sor elején, hanem a sor közben, amikor tudjátok, van ez egy gondolatjel, valamit mond a szereplő, és utána jönne az, hogy gondolatjel, narrációs szöveg, gondolatjel, megint mond valamit a szereplő. Na, ott a gondolatjelek hiányoztak többször, tehát nem egyszer. Ez azért zavaró tud lenni, főleg ahogy így próbálod olvasni, és most nem tudod, hogy ezt most mondta a másiknak, vagy csak gondolta meg, hogy ki mondta, szóval nem tudom, hogy ezen a ponton itt mi történt, hogy a nyomdában nyelődtek el, vagy hogy hogyan, de ez kifejezetten meg tudta akasztani az olvasást, hogy hol vannak a gondolatjelek, mert érzed, hogy ott kéne lennie, de hogy nem volt ott, és akkor ja, jó, akkor ez itt most más kaliberű szöveg. Szóval ez az egy, amit így mondanék, úgymond negatívumnak. De egyébként én már nagyon, valamiért nagyon sok fanartot is láttam a Warriors szágából, így az egészből, tehát egy csomó spoiler tudok, úgyhogy nem tudom, hogy spoiler, mert egyrészt nem jegyeztem meg a macska neveket, de hogy így láttam már egy csomó mindent belőle, és tudom, hogy nagyon szeretik, nagyon népszerű sorozat, úgyhogy remélem, hogy ennek így itthon is most már lesz kapaszkodója, hát végül is harcos cicákról beszélünk. Azt azért hozzáteszem, hogy
szerintem Tweety Sutherland könyveinél is elmondtam a Wings of Fire-nél, mert míg az Így neveld a sárkányodat szerintem jobban gyerekbarátabb, és főleg az első felében nagyon kevés, úgymond kifejezetten traumatikus dolog történik, bár van benne elég sok traumatikus dolog, de hogy úgy explicitebben. A Wings of Fire az nagyon ráment arra, hogy azért a sárkányok erőszakos természetűek. Szóval ott voltak olyan dolgok, amik ugye ezek gyerekkönyvnek vannak bekategorizálva, azért voltak benne véresebb jelenetek, fogalmazzunk úgy. És azért ennek is megvannak azok a dolgai, hogy macskák harcolnak a túlélésért, tehát ilyen letépett fülek néha előfordulnak, meg nagyon sok vér is tud benne lenni, úgyhogy hát lehet, hogy ugye ez a, nem tudom mi, ez a 8-12 éves korosztály, inkább a 12 fele hajlik szerintem, de nyilván ez ember függő, hogy ki mit, mikor olvas, de csak mondom, hogy azért a cicák is tudnak nem csak cica harcolni, tehát nem itt vannak durva harcok. Igen, ezt így előre bocsátom, bár kezdek rájönni, hogy egyébként egy csomószor a gyerekkönyvek sokkal durvábbak tudnak lenni, mint a Young Adult per felnőtt könyvek. Egy csomószor belebotlok abba, hogy gyerekkönyv, és ja, de ha már mondjuk csak a népmesékből indulunk ki, amit szintén szoktunk gyerekeknek mesélni, azért azokban is elég traumatikus események szoktak lenni, szóval nem tudom, miért lepődök meg. Na mindegy, úgyhogy harcos cicák. Úgyhogy igazából ez a két könyv volt, amit befejeztem a hónapban. A kicsit a Hívavadonnal tovább tartott, mert hogy így nagyobb szünetekkel tudtam olvasni. Hogy volt ilyen, hogy nem tudom, ilyen 5-6 napig nem olvastam, és aztán olvastam belőle egy csomót, de ez nem abszolút a könyv hibája, ez nekem jelenleg az ilyen időbeosztásom per olvasási kedvemtől függ. Mindegy, a lényeg, hogy ez a kettő volt, plusz egy harmad az In an Absent Dream-ből, de mint mondtam, azt valószínűleg nem fogom mostanában befejezni. Úgyhogy ilyen light-os április volt. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be a hónapban, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!